Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Én a Khrushchev korszak külpolitikájáról szeretnék beszélni, és azzal kapcsolatban is elsősorban az Amerikával kapcsolatos szovjet politikáról, illetve arról, hogy a Nyugat-Európával kapcsolatban milyen elképzelések voltak, milyen tervei voltak a szovjet felettességekben az időszakban. Hát a 20 perc, az még a megengedőbb elnöki hatalommal számolva is, nagyon kevés idő ahhoz, hogy egy ilyen korszakot, ami nagyjából 10 év, vagy körülbelül egy évtizedes időtartam, áttekintsünk részletesen. Tehát itt megpróbálok mindenképpen csak a legfontosabb trendekre koncentrálni arra, hogy ebben az időszakban mik volt a legfontosabb trendek, amelyek a szovjet külpolitikát mozgatták, és ebben mondjuk, ahol lehet, hogy például a Khrushchev szerepe mi volt. Először is azt kell hangsúlyozni, hogy itt már többen említették a korszakhatárt, hogy 53 egy korszakhatár volt, tehát ez egy fontos dolog természetesen, de itt a nemzetközi politikában is meg kell ezt említeni. Azzal, hogy itt nem csak egy korszakhatárról van szó, hanem egy vízválasztóról is van szó, tehát itt nem csak egy korszakhatár a Szovjetunió történetén belül, vagy a szovjet birodalom történetén belül, hanem a világpolitikában is egy vízválasztó, 53, mert innentől fogva a hidegháborús korszak nem ugyanazokról a dolgokról szólt, mint korábban. Itt azonban nagyon fontos hozzátenni azt, hogy mi ez a korszakhatár, és miért ilyen vízválasztó ez a dolog, és hogy valóban ugyanaz-e az oka, tehát Sztálin halála ennek is az oka, vagy esetleg valami más. Rögtön elárulom a nagy titkot, hogy nem Sztálin halála az oka ennek, hanem ennek a vízválasztó jellegnek az oka a technológiai fejlődés. Nagyon egyszerűen a termonukleáris korszaknak a kezdete. Nevezetesen ugye köztudott 1952-ben először az amerikaiak, utána 53-ban a szovjetek robbantottak hidrogénbombát. Tehát 1952-53-tól kezdve egészen ugye a hidegháború korszak végéig, 1991-ig már nem nukleáris korszakról beszélhetünk, hanem termonukleáris korszakról. 45-től 53-ig nukleáris korszak, hiszen atombombák léteztek mind a két félnél, már 49-től a szovjeteknél is, de 52-53 után lényegében mind a két oldalon termonukleáris atom, pontosan hát hidrogén bombákkal rendelkeztek, ami egy minőségi változás volt. Ez nagyon fontos hangsúlyozni, mert ezt nem mindig értik, mert hiszen atom, ugye Hiroshima-ra is dobták, rettenetes pusztító hatása volt, azt mindenki meg tudta tapasztalni, hogy ez hogy néz ki. A hidrogénbombáknak a pusztító hatását senki sem tudta, csak úgy olvastak róla, hogy az még sokkal rosszabb dolog, de hál' Istennek, hogy ez sosem történt meg, hogy azt meg kellett volna tapasztalni. Viszont az, hogy miről van szó, ez egy nagyon lényeges dolog, hiszen arról van szó, hogy sokszor, tehát adott esetben nagyságrendekkel nagyobb pusztító erőről beszélhetünk ebben a korszakban már, mint ami korábban volt. De ami még fontosabb ebből a szempontból az, hogy 1953-ig a stratégiai gondolkodás mind a két oldalon, az amerikaiaknál és a szovjeteknél is más volt, az arra alakult, hogy atomháború az elképzelhető, és egy atomháborút meg is lehet nyerni. Természetesen az elképzelés az volt, hogy az atomháborút az ellenség fogja kezdeni, tehát mi rendesek vagyunk, mi nem kezdjük, de az ellenség nem rendes, ő gonosz, ő elkezdi, mi persze visszavágunk, és utána legyőzzük az ellenséget egy atomháborúban is. Ez mind a két oldalon nagyjából ugyanazok a stratégiák léteztek, 53-ig, és ezt nagyjából úgy, ahogy le lehet képzelni, nagyjából komolyan is gondolták. Mondom, hangsúlyozom, hogy egyik fél sem akarta kezdeni ezt a háborút. Tehát maga Sztálin sem, soha nem, semmiféle információt, iratot nem találtunk arról, hogy bármikor is ő háborút szeretett volna kezdeni. Tehát az igazi különbség nem ebben van, hanem abban, hogy 53 után, amikor a hidrogénbombáknak a hatalmas sokasága előállt, pontosan hatalmas teszteket hajtottak végre 1953 és 56 között, tehát igazából akkor volt az a megismerési folyamat, akkor zajlott ez a megismerési folyamat, aminek a lényege az volt, hogy ennek folyamán már nagyon hamar, már 54-55 táján rájöbbentek mindenkit oldalon, hogy ez a kölcsönös megsemmisítésnek a politikáját jelenti. Tehát az, amit ugye mi a 60-as évekből ismerünk, hogy ez a MER, ez a Mutual Assured Destruction, tehát a kölcsönösen biztosított megsemmisítés lehetősége politikája, azt a 60-as évek óta használják, hogy ezt nagyon jól ismeri, aki ezzel foglalkozik, vagy hát általában közismert a fogalom. Ez igazából az 50-es évek közepén alakult ki, sőt, ha minden igaz, akkor ezt Neumann János találta ki, tehát ez is egy jó kis nukleáris hungarikumnak is tekinthető. Tehát a dolog lényege, hogy ez a felismerés szintén mindkét oldalon megtörtént, a szovjeteknél is és az amerikaiaknál is. Tehát, és innentől fogva az egész hidegháború erre az helyzetre épült, ennek a felismerésére, tehát azonnal rá kellett ülni, hogy az, ami még a Sztálin idejében elképzelhető volt, hogy lehet megnyerni egy atomháború, ez egyértelmű, hát most nagyon az elején, rögtön a legelején.
mikor még nem is volt olyan sok ezek a hidrogén bombákból, már akkor rádöbbentek, hogy ezeknek a termelése olyan gyorsan fog fokozatosan ugye, előre haladni, hogy ez ipari üzem, vagy ipari módszerekkel, hogy ezeket elkezdik előállítani, akkor ez gyakorlatilag nagyon rövid időn belül, néhány éven belül olyan hatalmas arzenál fog létrehozni, aminek a következménye az, hogy az bőven elegendő lesz az egész emberiség elpusztításához. Tehát itt már a kép már ez volt innentől fogva, és mondom, ez egy nagyon lényeges radikális különbség, mert atomháborúról addig is beszéltek, hiszen már voltak atomfegyver, csak egészen más jellegű. Megnyerhető volt, innentől pedig nem megnyerhető. Tehát innentől az a dolog lényegem, hogy bármit is mondtak a politikusok. Mert a politikusok ugye azt, hogy egy atom, most már egy hidrogénbombákkal megnyugodt atomháború nem megnyerhető, ezt általában nem mondták, nem szerették mondani. Malenko mondott ilyet 54-ben, de aztán vissza is kellett mondnia, mert rájöttek a szovjetek, hogy nem, ez nem túl jó, mert ez egy defenzív dolog igazából, tehát hogyha nem is tudjuk ezzel fenyegetni a nyugatiakat, akkor mi marad nekünk igazából. Tehát ezt igyekezett mindenki valamilyen szordinóval kezelni. Nem az a lényeg, hogy mit mondtak a nyilvános beszédeikben, hanem hogy a titkos iratokban mit látunk, ugye, hogy milyen mi volt a politika csinálásnak ugye, a berkeiben. Látjuk azt, hogy az amerikaiaknál is és az oroszoknál is ugyanez volt az állás. Már 53-56 között kialakult ez az álláspont, hogy egyértelmű, hogy ilyenfajta háborúba belemenni nem szabad, mert ez teljes pusztulással jár. Ugyanakkor azt is fontos itt megemlíteni, hogy itt a rakétakorszakról beszélünk. Tehát egy más szempontból is egy új korszak kezdődött, a rakétakorszak, tehát a fegyverkedési versenynek egy új, megint csak egy minőségileg új változata állt elő, amikor már nem kellett repülőgéppel bombát elvinni az ellenséget, ugye a II. Világháborús történeteket jól ismerjük, hogy milyen tömeges bombázások voltak, tehát az kismiska ahhoz, ugye, amit a rakétákkal pusztítást el lehetett érni. Tehát itt egy egészen új korszakról beszélünk, ez is 53 és 56 között alakult ki ez a helyzet, hogy ezek először a középhatósúgú rakéták, majd pedig 57 a szovjeteknél 58-tól pedig az amerikaiaknál az interkontinentális ballisztikus rakétáknak a üzembe helyezése. Ez volt az a forradalmi változás tulajdonképpen, ami alapvetően megváltoztatta a kelet-nyugati viszonyt, és ugye az ezzel kapcsolatos politikai gondolkodást is. Épp nagyon röviden csak azt jegyzem meg, hogy én magam az enyhülés politikájáról ugye is más véleménnyel vagyok, mint hogy általában a mainstream elméletekben található jelenleg. Tehát nevezetesen az enyhülés az nem egy ilyen lineáris dolog, hogy amikor rossz a viszony, akkor hidegháború van, amikor jó a viszony, akkor meg enyhülés van. Ugye általában többnyire kicsit leegyszerűsítve is szokták ezt. Előadni is, hogy az enyhülést azért mondják, hogy nagyjából 69 és 75 között volt, vagy pedig 62 és 75 között volt az enyhülés, ami előtte meg utána volt, az valami más, az a hidegháborús dolog. Az én koncepcióm, hogy 53-tól elkezdődött az enyhülés, és véget se ért egészen 1991-ig. Miért? Mert azt mondom, hogy az enyhülés az nem azt jelenti ezt a lineáris, vagy jobban vagyunk, vagy nem vagy jobban vagyunk típusú dolgot, tehát van-e tárgyalás, nincs-e tárgyalás, nem ezekkel mondnak a dolgok. Hanem azt, hogy a politikai vezetők milyen koncepciókkal élnek, milyen koncepciók vannak a fejükben, arra vonatkozóan, milyen politikai cselekvés áll rendelkezésükre. Tehát megtehetnek-e valamit, vagy nem. Elkezdhetnek-e például egy háborút az ellenség ellen, vagy nem. És innentől világos, hogy 53-tól egyértelműen nem kezdhettek el. És ezzel tisztában voltak, és azzal is tisztában voltak, hogy az ellenség is tisztában van. Sőt, azzal is, hogy az ellenség is tisztában van, azon is tisztában van. Tehát innentől a dolog egy abszolút egy interdependens rendszer jött létre, ahol az egyik szereplő meg a másik szereplő nem tudtak önállóan lépni, mindig minden szereplőnek most már egymás lépéseire kellett reagálni, és ezeknek a cselekvéseknek az összege mindig valamiféle deeszkaláció kellett, hogy legyen. Tehát ha valamelyik elkezdett egy valamiféle olyan akciósorozatot, vagy a status quo megváltoztatására vonatkozó dolgot, mint a berlini válság, vagy a kubai válság, esetleg a szovjetek, hogy elkezdtek, annak nem lehetett vége a kataklizma, hanem annak a vége egy politikai megoldás kellett, hogy legyen, ahhoz viszont mind a két félnek hozzá kellett járulni. Tehát annak is, akit megtámadtak, tehát aki az áldozat volt, hiszen hogy tőlem akarnak valamit elvenni, akkor hogy majd én fogok operálni azzal, aki pont most akar elvenni a pénztárcámat. De sajnos mégis muszáj, mert különben nagy baj lesz. Tehát ez volt a dolognak a logikája, és az egész berlini és kubai válság is ugye ezen a modern keresztül tudott megoldódni. A Szovjetunió politikájában a másik nagyon fontos dolog, amit itt hangsúlyozni kell, a békés egymás mellett élés. Ugye Kalman Mengele már beszélt erről, hogy a koexisztencia kategóriájának az elemzésekor. Itt nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy ez már 1953-ban kezdődik. Tehát nagyon sokszor azt gondolják, hogy csak 56-ban a 20. kongresszuson hirdették meg. Egyáltalán nem, 53-ban a Sztálin temetése után szinte azonnal. És ez, ami a legérdekesebb a dologban, hogy ezt komolyan is gondolták. Ugye miért fontos hangsúlyozni? Tehát az, hogy a szovjetek mit mondtak ekkor vagy akkor vagy akkor, ugye az egy nagyon kétséges dolog. Ugye. Egyik esetben, amit mondtak, az igaz volt, a másik esetben, amit mondtak, az hatóság volt. És ugye ezt a maga idejében szinte senki sem tudhat eldönteni, hiszen nem látod bele a Kremlnek a titkos bugyraiba, hogy melyik állítás az igaz, melyik politika valós, melyik, amit csak kitaláltak, és valami mögött semmiféle tartalom nincsen. Hát a dolog lényege, hogy a békés egymás mellett élés politikája valós volt,
Nem azért, mert olyan rendesek voltak, és annyira szerették a békét, hanem azért, mert hogy ez volt az egyetlen túlélési esély. Tehát a szovjet birodalom túlélésére ebben a bizonyos nagy történelmi versenyben, a nyugattal való hát hatalmas történelmi versenyben, a kapitalizmus és a szocializmus között folyó versenyben, csak így volt esélyük fönnmaradni, hogyha nem a háborúra készülnek, hanem azokat az energiákat, amit addig fegyverkezésre költöttek, hogy a Stalin idején, ugye maximalizálták ezt a militarizálást egészen 53-ig, ezt most leépítik, és innentől fogva gyakorlatilag mindent a békés termelésbe próbálnak hát, csatornázni, és a békés területeken próbálják megfelelni a versenyt a nyugattal. Ez sem volt egy könnyű vállalkozás, abszolút reménytelen volt, mint ahogy utólag kiderült. Maga idejében nem tűnt annyira reménytelennek, sok olyan mutató volt, ami alapján nem volt talán teljesen kizárható ez a dolog, de azt nyilvánvalóan a szovjetek rögtön tudták, hogy a katonai versenyt abban a formában és abban az ütemben, ahogy a Stalin idején zajlik, tehát a Truman és a Stalin között, az biztosan nem fogja vinni a Szovjetunió. Tehát ennyi józan belátásuk volt, és ezért próbálta meg demilitarizálni tulajdonképpen ezt a hidegháború szembenállást a Kruscsov már a kezdete kezdetétől. Ez az egyik dolog, és a másik pedig egy nagyon fontos, hát egy ilyen belső stratégiai paradigmaváltás volt, ugye a hagyományos hadseregeknek a leértékelése és a nukleáris fegyverzetnek a fölértékelése volt a másik nagyon fontos dolog, tehát a hagyományos haderő, vagy második világháborúban még döntő jellegű volt, ez most már nem lett döntő, annak ellenére, hogy a Szovjetunió végig nagyon hatalmas hadsereget tartott fönt, teljesen fölöslegesen, de ennek ellenére az igazi hangsúly már nem ezen volt, hanem azon volt, hogy milyen rakétatechnikával tudnak valamiféle paritást létrehozni egyensúlyt megteremteni az Egyesült Államokkal. És itt kapcsolódik az, hogy mi is volt a célja ennek a politikának. Igazából a fő célja az Egyesült Államokkal szemben a paritás elérése volt. Ez egyenrangú szuperhatalmi státusznak az elérése volt. 1945-től valamiféle szinten ez a státusz már létezett, hiszen az összes többi nagyhatalom eltűnt a korongról, aki egyáltalán sokat zavarhatott van ebben a játékban. Lényegében a bipoláris világrend létrejött 1945-ben, tehát már, ha úgy veszük, nem voltak igazán komoly más tényezők, játékosok a pályán. Ugyanakkor ez még nem volt egyenrangú alapra helyezve, hiszen az Egyesült Államok nem csak atommonopólium volt, ma volt 49, hanem a gazdasági hatalma tekintetében is, hogy akkora volt a óriási különbség az Egyesült Államok hatalmas gazdasági ereje és a lerombolt Szovjetuniónak az állapota között, ugye, hogy ez mondjuk a 50-es évekig ez egy teljes illúzió lett volna, ha azt gondolták volna, hogy egy bármilyen paritása lehetséges. A Kruscsov idején megteremtődött az a lehetőség, megtörtént az újjáépítése, az iparosodás, meg újra beindult, a fegyverkedés is, de most már erre az új rakétatechnikára átállítva elsősorban megindult, és itt meglepő módon ráadásul, miután ezt az amerikai elhanyagolták, az 50-es évek közepén a szovjetek lényeges előnyükhöz jutottak. Tehát a középhatósugarú rakétákat is előfejlesztettek ki már 50-es évek közepén, és ugye a legnagyobb meglepetés az volt, hogy a Sputnik fellövése, mindenki jól emlékszik, 57-ben, az lényegében az interkontinentális ballisztikus rakéták jelentette, ugye ezzel a Szovjetunió óriási stratégia előnyhöz jutott, hiszen az Egyesült Államoknak az addigi védettsége az megszűnt, hiszen addig az Egyesült Államokat csak repülőkről, bombázó repülőkről lehetett elérni, az meg elég macellás dolog, mert messze van, és mindre is tudják lőni. De a rakéta az meg ugye megy magától, és majd odaér. Tehát, és ugye az annak se kell több 20-30 perc, tehát magyarul amikor ez bekövetkezett, akkor onnantól fogva az Egyesült Államoknak az addigi kivételes helyzete, ami óriási előnyt jelentette számukra, abszolút megszűnt, és innentől fogva lényegében fokozatosan létrejött egyfajta valóban létező paritás a két szuperhatalom között. Technikailag az a rakéták minőségét, mennyiségét tekintve igazából csak a 60-as évek végére, 69-re érték el ezt az igazi paritást, de a nemzetközi politikában már a Kruscsov idején a tulajdonképpen az rengeteg manőverezésével lényegében el tudta érni azt, hogy egyenrangú szuperhatalomként tárgyaljanak vele, mert már azok az eszközök azért a rendelkezésre álltak, amelyek ezt lényegében lehetővé tették. A szovjet politika jellege milyen volt ebben az időszakban? Tulajdonképpen egy ellentmondásra kellé fölhívni a figyelmet, ez egy olyan időszak volt, amikor a kooperatív elemek és a konfrontatív elemek egyszerre voltak jelen a kruscsovi külpolitika, és elsősorban nyugattal kapcsolatos külpolitika mezőjében, méghozzá nagyon vegyesen és nagyon szélsőséges változatokban. A kruscsovi korszak volt az egyetlen olyan korszak, se előtte, se utána nem volt olyan, egészen a Gorbacsov korszak legesleg végéig, amikor például a Szovjetunió olyan rendes volt, ugye, hogy ő egyoldalú engedményeket tett a legkülönbözőbb dolgokban, ezeket most nem akarom részletezni, hogy most a finn városoknak a föladásától kezdve csapat
csökkentési hát, felajánlásokat, amiket mindenféle ellentétezés nélkül megtett a szovjet, több százezeres fős csökkentéseket hajtott végre, nem csak ő maga, hanem a szovjet államai is, például 58-ban, stb. Stb. Tehát olyan egy oldalú lépések, ugye, amelyek addig példátlanok voltak, és amik később sem voltak gyakorlják, ugye, mert gyakorlatilag mondom 88-ig ilyen nem is volt aztán később. Ugye a csapat kivonás, például Romániából, az is egy ilyen jellegű dolgot, 58-ban, mellesleg ugye nem mindenki tudja, vagy hát most már talán többen, Magyarországról is ki akarták vonni. Tehát ez nem egy ilyen románoknak szóló gesztus volt, ugye, hanem akkor ez egy általános bizalomépítő akciója lett volna a Kruscsovnak a nyugatiak felé. Lám, ilyen rendesek vagyunk, simán kivonunk két országból csapatokat, ti meg nem akarjátok azokat a nyavajás amerikai csapatokat kivonni az NSZ-ból. Tehát tételesen nem várt a cserébe, mert anélkül is megtette, de ez olyan pozíció, tárgyalási pozíciót jelentett neki, ahol azt mondhatom, kérlek szépen, hát velünk aztán tényleg nem érdemes variálni, mert hiszen mi mindent megtettünk már magunktól is, hát ugye mi tényleg látszik, hogy annyira szeretjük a békét, és annyira az együttésnek az emberei vagyunk, hogy hát most már mi is várunk valamiféle ellentételést a másik oldalról, tehát legalább a hozzáállásban. Tehát ez egy nagyon logikus dolog volt, és ez ugye, hogy csak hogy vége legyen a történetnek, ugye Kádár János ellenállásra bukott meg, tehát az ő óriási politikai felelősséget, tulajdonképpen az 56 utáni megtorlásokat leszámítva, én a magam részéről ezt tekintem a legnagyobb politikai hibájának, amit elkövetett a pályafutása során, hogy ekkor azt hitte, hogy majd ő később is majd meg tudja ezt beszélni a Kruscsovval, amikor már stabil lesz a helyzet, nem kell félni majd mindenféle ellenforduló elemektől, és majd akkor fogja majd kivonni a csapatokat. Persze nem gondolt rá, hogy a Kruscsov ilyen gyorsan meg fog bukni, és ugye is, hogy ilyen ajánlat még soha többet nem fog érkezni Magyarország számára, ugye, és ez így is történt az egész időszak alatt. Tehát itt a dolog lényeg, hogy egy szélsőséges politikáról beszélünk, mert ugye ez volt az egyik oldala, ez volt a good news, ugye az, hogy most itt a szovjetek nagyon komoly engedményt is tudtak tenni, de másik ilyen, a bad news az volt ugye, hogy a szovjet politika soha nem volt ennyire agresszív, tehát verbális értelemben agresszív, mint a Kruscsov idején. A Sztálin egy óvatos duhaj volt a Kruscsovhoz képest, és ugyanez persze elmondható a Brezsnyevről is, és többiekről. Tehát a Kruscsov az rendszeresen fenyegette a mindenféle módokon, verbálisan az ő tárgyaló partnereit, ugye, tehát effektív nukleáris támadással. Tehát ami ugye mai adja lehetőséget, miért mondaná egy felelős politika vezető a tárgyaló partnernek, hogy mi aztán magukra rá tudunk dobni, nem tudom, hány bombát magunknak, annyit észvége. Hát ugye épesző ember ilyet nem mond, azt gondolná, ne? Nem azt jelenti, hogy a Kruscsov nem volt épesző, ő egy hihetetlen impulzív ember volt, és hihetetlen módon fogja volt annak a helyzetnek, ami lényegében a 50-es évek végére jött létre, miszerint a Szovjetunió tulajdonképpen megelőzte az Egyesült Államokat a technológiai fejlődésnek egyetlen kis szeletében, de az egy nagyon lényeges dolog volt, egyébként a legfontosabb stratégiai kérdésben, hogy a interkontinentális ballisztikus rakéták ügyében leelőzték az Egyesült Államokat. Ezután jöttek az űrsikerek, ahol szintén leelőzték az amerikaiakat, onnan különböző fázisaiban is, stb. Stb. Tehát volt egy nagyon rövid időszak itt a 50-es évek végén, 60-as évek elején, amikor úgy tűnt, hogy a Szovjetunió tulajdonképpen adott esetben más dolgokban is. Ha ebben meg tudta, akkor miért tudná más dolgokban is megelőzni az Egyesült Államokat. Tehát az mindenki számára hihetetlen volt addig, hogy egy ilyen bekövetkezett. Ez ugyanilyen sok volt a nyugatiaknak is, el lehet képzelni, mert ők segítették ezt, hogy megtörténjen, de ha megtörtént, nem mondhatták, hogy ez nincsen, meg hogy a Putyin adott nem rögtön. Tehát meg ugye a Holtba is 59-ben már küldtek ugyanilyen Putyinokat. Tehát magyarul vagy olyan kivételes helyzet állt elő, amikor mindenki meg volt döbbenve, hogy lehet, hogy a Szovjetunióban olyanra képes, amire papírforma szerint neki nem szabadna, hiszen ez egy totál működésképtelen rendszer, és ugye az is volt, nagyon tudjuk, az ehhez képest az a megdöbbentő, ugye nem az, hogy miért omlott össze a Szovjetunió 91-ben, hanem hogy bírt ilyen sokáig, tulajdonképpen aki ismeri valamennyire a dolog történetét a belső dolgokból, és ezzel a rendszerrel, ami ennyire képtelen volt a megújulásra igazából, hogy tudta ilyen hosszú ideig húzni. Tehát, hogy itt ehhez képest hangsúlyozom, hogy volt egy különleges időszak, pont a Kruscsov idején, amikor ez totál másképp nézett ki. De a nyugatiak számára is, tehát nem csak a szovjetek ezt magukról mondták, ugye, hanem maguk a nyugatiak is meg voltak döbbenve, és meg voltak rökönyödve. Ugye a Kennedy rögtön, amikor hatalomra került, ugye a hatalomra első dolga volt, hogy meghirdette az űrprogramot, belátva, hogy lemaradtunk az oroszok mögött, ezt be kell hozni, hát jó, most már egy embert nem tudunk küldeni az űrbe, akkor mi megyünk először a Holdra, ugye. És ebben is tartották, de ez egy nagyon kiemelt probléma volt, és ugye ezzel ugye tömegeket lehetett mozgósítani az amerikai oldalon is, tehát ez egy nagyon fontos dolog lett. Tehát a Kruscsov személyiségéről ennyi többet most itt nem akarok mondani, de azt akarom jelezni, hogy nagyon meghatározta ennek a korszaknak a külpolitikáját, pontosan azért, mert ilyen típusú szélsőséges hát, politikai habitussal se korábban, se később hát,
politikai vezető, tehát szovjet politikai vezető nem rendelkezett, és nem is próbálkozott ugyanilyen dolgokkal. Tehát nem azt jelenti, hogy ez mind valamilyen rettenetes dolog volt, hiszen bizonyos értelemben a Kruscsovot nem vették olyan mértékben komolyan. Tehát, hogyha mindazokat a fenyegetéseket komolyan vették volna, amiket ő tett, hát akkor már bőnek kellett volna annak a világháborúnak robbanni, már ugye valamikor az 50-es évek végén. A dolog lényeg, hogy a Kruscsov ezeket a fenyegetéseket annak a biztos tudatában tette, hogy ő nem fog háborút indítani. Tehát ő úgy fenyegetődött, hogy háborút fogok indítani, hogy tisztában volt, vagy nem fog. És azt is tudta, hogy a másik partner is tudja, hogy igazából nem akarhat háborút, és nem is fog háborút akarni, hanem ez valamilyen oknál fogva neki ez egy retorikai fordulat, ez egy nyomásgyakorlási eszköz. Tehát a Kruscsovot az amerikai partnerek, a nyugati partnerek általában azért helyi értékén kezelték. Tehát nem döbbentek meg ezeken a dolgokon olyan mértékben, mint ahogy mondjuk józan észre az ember megdöbben egy ilyen. Az Európa politikával kapcsolatban röviden annyit kell elmondani, hogy a Szovjetuniónak az európai területre elsősorban a német kérdés volt ugye a legfontosabb problémája. A német kérdés nem volt megoldva, hogy egészen 1990-ig lényegében nem volt megoldva a német kérdés, hiszen ugye nem volt német békeszerződés. Ez egy nagyon fontos dolog. Nagyon sokan ezt elfelejtik, hogy sokszor még PhD hallgatókat is megkérdeztem, és kiderült, hogy jó, egy csomóan nem tudták. Nem volt német békeszerződés, ugye 45-ben nem jött létre. Ez egy óriási dolog, hiszen ez a Szovjetuniónak, illetve a szovjet birodalomnak a nyugati határait tette hát gyakorlatilag bizonytalanná. Tehát azt jelenti, hogy az összes, tehát az a lengyel, a NDK, a lengyel, csehszlovák határokat ilyen értelmetesen bizonytalan tette. Tehát azt a szerzeményt, amit a Szovjetunió ugye vérrel és vassal megszerzette a II. Világháborúban, és azt utána konszolidált ezeket az országokat a birodalmához csatolta, ez nagyon szép volt, de ez nyugati oldalon nem volt elismerve, mert a poznani konferencián még igen, de nem jött hozzá egy német békeszerződés, ami a pecsétedre rájönte volna. Ha ez megtörtént volna, akkor minden rendben van. De nem így történt, volt egy megosztott Németország, volt egy megosztott Berlin, Nyugat-Berlinnel, ugye mint egy enklávé a NDK területében verik el, óriási problémát jelentett, ugye ismerjük, hogy már Sztálin 48-49-ben megpróbált megszabadulni ettől a problémától a berlini blokkád idején, Kruscsov pedig 58-ban egy újabb kísérletet tett ugyanerre, mert egyszerűen idegesítette azt, hogy mi a fenének vannak itt ezek a nyugatiak, hát semmi értelme az, hogy ott, mint ami 10-11 ezer nyugati katona ott ácsolódik, mondta is neki, mikor tárgyalt nyugatiakkal, hogy hát ezeket két perc alatt legyilkoljuk, de hát ennek semmi értelme, hogy itt legyenek, hogyha háború van, akkor nem semmi jelentőség nincs, ha nem is háború, akkor meg szintén megint minek vannak itt, mi nem vágyjuk ezt a szegény Nyugat-Berlint, ugye nyugodtan menjenek onnan a katonák. Tehát ugye egy szabad várossá akarta tenni Berlin, Nyugat-Berlin, tehát az egész Berlin, de ugye a Nyugat-Berlinből ki kellett volna vonulni a nyugatiaknak, ugye fel kellett volna adni, és persze a Kruscsov kedvesen megígérte, hogy a társadalmi rendszerét Nyugat-Berlinnek nem fogják megváltoztatni. Ami persze, hát ugye vagy elhiszük neki, vagy nem. Na most itt jön az a dolog, hogy na most akkor igazat mondott el Kruscsov, vagy nem. Hát egyszer találgatni lehet, de mondjuk én azért arra tippelek, hogy nem. Tehát a dolog lényege, hogy itt a Nyugat-Európával kapcsolatban tulajdonképpen a szovjetek már az 50-es évek közepén megpróbálták, hogy azt a bizonyos békés semlegesítést, amiről Melinda is beszél, megvalósítani, aminek a lényege, hogy az lett volna valami módon, ha már Németországot nem lehetett semleges országgá tenni, ahogy a nagy álma volt Sztálinnak, magának és aztán a követőinek is, utána 53-tól is. Lényegében nagyon gyorsan kiderült, hogy ez nem fog menni. Két német állam fönt fog maradni, akkor a két német állam rendszerére kell építeni az új rendszert, és akkor az NDK-t kell nekünk ugye konszolidálni, elismertetni, nemzetközileg is megerősíteni minden szempontból. Viszont valami európai biztonságra mégis csak szükség van, és az európai biztonság lényegében azokat a bizonyos határokat jelentett, amiről az előbb beszéltem, hogy azok a bizonytalan határok valami módon legyenek biztosak, legyenek elfogadva, legyenek kodifikálva, legyenek legitimálva. Hát ez, amit ugye 1975-ben a Helsinki záróalkotmány megtett, ugye. De ezt a szovjetek 54-ben már megtették volna, akkor erre mindenféle javaslatokat el is terjesztettek, ugye ennek a részletei most itt nem mondanám, de lényegében a maguk részéről, amit ezzel kapcsolatban el lehetett követni, azt elkövettek, de akkor még ez túl korai volt. Tehát ebben az időben még az európai integráció, nyugat-európai integráció nem állt olyan szinten, hogy a nyugat-európaiak ezt megengedhették volna maguknak ezt a buszt, mert nagyon nagy volt a veszélye annak, hogy ez a fajta békés behatolás a szovjetek részéről túlságosan rizikós és túlságosan sikeres lehet, és teljesen jól gondolták. Abban az időben ez így is volt. 75-ben már ez a helyzet nem állt elő, 75-ben már nyugodtan megtették azt az engedményt, amit megtettek azzal, hogy ezeket a kelet-európai, kelet-nyugati határokat lényegében legitimálták a Helsinki záróalkotmányban. Tehát a dolog lényeg, hogy itt egy ilyen, tehát ilyen törekvés már javában jelentkezett Európa politikájában a Szovjetuniónak, és tulajdonképpen egyszerre volt ez a fajta nyomásgyakorlás, és egyszerre volt az a fajta édesgetési politika jelen, tehát hogy a különböző nyugat-európai államoknak mindenféle előnyöket ajánlottak tulajdonképpen a szovjetek, például az NSZK-val úgy vették fel 55-ben
a diplomáciai kapcsolatot, hogy nagy üzletet ajánlották. Hát az orosz piac az ugye mindenki számára egy létező dolog, ez ismerik a mai helyzetből is, ugye ez nem egy elhanyagolható dolog az európai konceptusban, ez 55-ben sem volt másképp, a német gazdasági csoda pont akkor volt beindulóban, a piacokra nagy szükségük volt, tehát ilyen értelemben ez egy olyan édes madzag volt, amit nehéz volt elutasítani, és az Adenauer, ugye elismert Moszkvába, föl is vették 55 szeptemberében diplomáciai kapcsolatokat, tehát és más hasonló dolgokról be lehetne számolni, természetesen akár csak a skandináv országokról beszélünk, vagy más nyugat-európai országok, de a De Gaulle idején ugye ugyanez zajlott a franciákkal, tehát a szovjetek mindenképpen próbáltak valamiféle olyan politikát folytatni, egy differenciálási politikát, aminek a lényeg volt, hogy az amerikaiakat lehetőleg kihagyni a bizniszből, sőt, mint ha lehet őket valami módon eltávolítani Európával, erre egyre kevesebb esély látszott, de ha nem, akkor legalább az európai partnereket, a nyugat-európai, hát különböző nyugat-európai államokat valami módon mégis a Szovjetunióval ilyen partneri viszonyba hozni, főleg gazdasági alapon. És akkor konklúzióként a két tesztkéz, ugye a két esettanulmány, ugye a berlini válság és a kubai válság, ugye ezeket most itt nem fogom elmondani, mert ezek elég jól ismertek, inkább csak a mi perspektívánkból való vizsgálat a dolognak érdekes, itt a nevezetesen augustok, mi is volt ez, ami történt. Mit is akartak elérni a szovjetek, mit akartak Hruscsov ezzel az egésszel elérni, és elérte-e azt, amit akart, vagy pedig nem. Ugye a berlini válságban miről volt szó, előbb elmondtam, hogy egy szabad várost akartak ugye Berlinből csinálni, és ugye ez lett volna a maximális cél, tehát a nyugatiak eltávoznak onnan, és lényegében ott van egy olyan szabad város, aminek a sorsáról aztán majd ki tudja, hogy hogyan döntöttek volna, de mindesetre a konkrét helyzetben ez lett volna a végeredmény. Ez volt a maximális cél, tehát a berlini válság, a berlini ultimátum, ugye az 58 novemberi híres berlini ultimátum, ami egy német békeszerződés megkötésével fenyegette a partnereket, a nyugatiakat, hogyha nem menne bele ebbe a szabadváros akcióba. Ez lényegében ez lett volna a maximális cél, ennek az elérése természetesen irreális volt, ebben nagyon ellenálltak a nyugatiak, sokkal inkább, mint ahogy ezt a Hruscsov elképzelte, elszámolta magát, ugyanúgy, ahogy 48-49-ben a Sztálin elszámolta magát, azzal, hogy képesek-e fönntartani az ellátását Nyugat-Berlinnek az amerikaiak, meg az angolok, és képesek voltak a Lévi hídon keresztül. Itt meg ugyanúgy, hogy lesznek-e olyan botrok, ugye, hogy majd egy vállalják a katonai rizikó, a katonai összecsapásnak a rizikóját, ugye a Nyugat-Berlinnél, miközben hát ahol nekik igazából semmi közük nincsen. De vállalták, mert hogy nekik ez egy szimbolikus előretölt bástya volt, és fontos volt a nyugati életforma reklámadása szempontjából, óriási kapitulációnak minősült volna, hogyha azt ők feladták volna, csak azért, mert a szoroszok ennyire nyomultak. Tehát itt egy nagyon lényeges dolog volt, ez volt a maximális, ez nem valósult meg. De a minimális cél megvalósult, ugyanis volt egy minimális cél is, az pedig mi volt? Kelet-Németország megmentése az összeomlástól. Ugyanis az egész nem másról szól, mint hogy Kelet-Németországban menekültek az emberek, ezen a nyitott nyugati határ. Berlinnek ugye nem volt határ, Berlinen belüli szektor határ, egy nyitott határ volt, ami egy abszurdum, el sem hiszik, akinek így elmondom, időnként olyanok, akik már régóta ugye fiatalok és hogy nem értek abban a kormány, és akkor elmagyarázzuk, hogy mi az, hogy egy rendőrállam, hogy néz ki egy kommunista állam, és akkor hogy lehet egy kommunista állam közvetlenül, meg oda kell menni, és ott át lehet menni az ellenségre. Hát ilyen a világban nincsen, ugye? Ezt leginkább Berlinben szoktam elmagyarázni az ottani, hogy ők végképp nem értik, hogy ezt elmagyaráztam nekik, hogy 61-ben nekik belül semmi nem történt, az történt velük, mint velük 49-ben. Tehát ők csak elvesztették azt a privilégiumot, hogy nekik volt egy pár évig a szabad szövdösésre, és ugye 3 millió ember el is szövött onnan, csak hogy ez éppen már összeomlás se fenyegette az NDK-t, mert hogy gyakorlatilag összeomlott volna anélkül, hogyha ezt megállítják ezt a folyamatot. Tehát a fal felépítése, ez egy ilyen szükséges rossz volt, ami a minimális célja volt a szovjet politikának ebben az időben, és ezt elérték, nem csak azt, hogy felépíthették, mert hiszen a saját területükön építették, az nem nagy dolog volt, hogy azt nem bántották, hanem hogy ezt a nyugatiak elfogadták. A mindencsak a nyugati németek, hanem az amerikaiak is és a nyugati partner mindenki elfogadták, hiszen rájöttek, hogy tulajdonképpen saját magukat korlátozták csak. Lényegében formálisan ugye megsértettek ugye négy hatalmi jogokat, pozdami jogokat, stb. De nem olyan értelemben valódi sérelmet nem okoztak a nyugati félnek, hiszen Nyugat-Berlin, mint állam, vagy hát mint ilyen államszerű egység, megmaradhatott a saját rendszerével, stb. Tehát magyarul azt nem bántották a szovjetek, és mikor a nyugatiak erre rájöttek, hogy van egy ilyen megoldás, maga a hetekkel a fal felépítés előtt, maga a Kennedy is ezt mondta, ezt nem nyilvánosan elítélte az egészet, ahogy a rendje módja szerint lenni kell, hanem a barátainak, ugye az állapot is pár emberes ugye, csoportban, hogy talán egy falat kellene építeni, az megoldaná a dolgot, ugye mondta ő is. Ugye, hát, mert ha teljesen logikus, ő is abban gondolkodott, hogy ha én lennék a Hruscsov helyében, mi a fenét tudnék most csinálni? Ugye, nyilván azon gondolkodva, valahogy meg kell oldani a problémát, Hruscsov megoldott a problémát, ez volt
a minimális program. Tehát magyarul egyik oldalon nincs maximális nyeremény, de van minimális nyeremény, és az a minimális nyeremény az üzemképes működéshez pontosan elegendő volt. Tehát nyilván rendékának a fenntartása az éppen elegendő volt. És ugyanez a helyzet a kubai rakétaválság esetén. Itt ugye két cél volt, az egyik cél Kuba megmentése, tehát ugye az Eszmolbeli invázióra nagyon jól tud. Nyilvánvaló volt, hogy előbb-utóbb az amerikaiak valami módon nem feltétlenül egy ennyire béna akcióval fognak majd csak reagálni, hanem esetleg ennyi kis professzionálisabb módon is megpróbálkoznak ugyanezzel a dologgal, és nem csak a Castro próbálják meg állandóan mérgezgetni, meg mindenféle technikákkal, ugye, ami nem jött össze, hanem hát az Egyesült Államoknak a vállalta volna a saját haderejével Kubát legyőzni, hát az nem került volna három napba körülbelül. De hát pont ettől féltek a szovjetek, és ezért jött létre a szovjet-kubai stratégiai szövetség, és ugye ennek a alapján került sor ugye az ottani középhatósugarú rakétáknak a odatelepítésére 62-ben, 62 őszére, ezek elvileg már működőképesek lettek volna, az amerikaiak ezt felfedezték, és ezzel amit nem akartak ugye hagyni, és ebből alakult ki a rakétaválság, a szovjetek ugye ezt vissza kellett vonni végül. De ugye a dolog lényege az volt, hogy ennek a célja, két célja volt, nem csak az egyik célja, a kisebb célja, a minimális célja az volt, hogy Kubát megvédjük attól, hogy az amerikai őket megtámadják. Elérték ezt a célt? Elérték. Olyannyira, hogy már Szovjetunió sincs sehol, már régóta, és mi Kubát még mindig nem támadtak meg az amerikai. Tehát miközben erről semmilyen papír nem volt. Ez a legjobb az egészben, ugye? Hogy ezt egy Kennedyvel, egy demokrata elnökkel kötötték, szóban soha nem volt erről egy papír, és utána az összes republikánus, meg mindenféle egyéb, meg persze demokrata elnököt is mindenki betartotta, mert hogy ez egy olyan fontos, ilyen hallgatólagos megállapodás volt a két szuperhatalom között, ami sokkal jobban működik sokszor a nemzetközi politikában, mint mindenféle papírok, amiket aláírnak a csinálatában, mint a Molotov-Ribbentrop paktum, nagyon szuper volt, kettő évig tartotni. Na de ez viszont nem, ez olyan volt, ami nem volt papír, és mégis mindenki betartotta. Ja, tehát ezt elérték. Ugye a másik nagy célt, az igazi nagy stratégiai célt azt nem érték el, mert az lett volna, hogy a Szovjetunió kipótolja az ő hiányzó interkontinentális ballisztikus rakétáit. Mert a Szovjetuniónak voltak ugyan ilyenek, de az amerikaiaknak háromszor annyi volt már 62-re, mert sokkal gyorsabban tudták ezeket tervezni, mert az amerikai ipar az egy kicsit hatékonyabb. Viszont a szovjeteknek meg volt jó sok középhatósugarú rakétája, ugye. Ehhez kellett ugye egy kis stratégiai elemény, hát ott az egy jó kis Kuba, szóval milyen közel van az Egyesült Államokhoz, hát onnan 50 mérföldre már ott van Miami, tehát gyakorlatilag ezt a stratégiai elemény akarták felhasználni, és ezekkel a középhatósugarú rakétákkal lényegében ugyanazt a rombolást tudták volna elérni, mint hogyha Kubából ezeket kilövik az Egyesült Államok területére, mint hogyha interkontinentális rakétákat lőttek volna a Szovjetunió területére. Tehát lényegében, ha ez bejött volna, akkor ezt a stratégiai egyensúlyt, amit mondom, csak 69-re állt elő, azt a szovjetek már akkor 62-ben elérhették volna. Ez volt a nagy vágya, célja. A Kruscsovnak ez az, ami nem jött össze, ezt nem lehetett megoldani, hogy vissza kellett hozni a rakétákat, vissza kellett szállítani a rakétákat. Tehát megint csak a maximális célt nem lehetett elérni, de a minimális célt, ami szintén nem volt egy kis dolog, ugye, azt igen, tehát Kuba megmaradt, és nem csak, hogy Kuba megmaradt, mert végül is mi abból indulunk, hogy mi történt utána. Nem történt semmi. Egész Latin-Amerika adott a kommunista ország lett, nem. Ugye, sőt, egy se lett adni. Hát leszámítva mondjuk Chile valamilyen módon, na, rövid időre, de lényegében ugye nem történnek, de nem ez volt a cél. Ugye, a lelképzelés az volt, hogy akkor olyan forradalmi helyület volt, az a 60-as évek elejére kell visszamenni ugye a gondolkodásban, hogy akkor mi zajlott, a dekolonizáció, az összes afrikai állam ekkor vált függetlenni a gyarmatot, stb. Tehát akkor volt egy olyan forradalmi hevület, és ugye a elképzelés is, hogy maga Latin-Amerika is, ami persze amerikai érdekszféra, ugye Monroe és stb. De azért ettől függetlenül nem kizárt, hogy ott, hogyha Kubában megtörténhetett kéne szépen, hát itt az amerikai kaszinók, nem tudom micsoda, és mégis csak az amerikaiak hagyták ezt. Hát őszintén szóval, mai napig is csodálkozom, hogy az amerikaiak miért hagyták ezt, tulajdonképpen én biztos nem hagytam volna helyében. De hagyták, és hogyha ez már így történt, akkor meg abban az is következett, hogy ez bárhol megtörténhet. Most ezt tudjuk, nem történt meg, de abban az időben nem így képzelték. Tehát az a óriási stratégiai nyereség, ami azzal, hogy Kuba megmaradt, kaptak rá egy garanciát, konkrét garanciát arra, hogy ezt meg fogják őrizni, tehát az amerikaiak nem fogják megtámadni Kubán, ez megtörtént, és a szovjetek azt gondolták, hogy ez nekünk bőven elegendő, hiszen innen majd olyan mozgalmak tudnak kiindulni egész Latin-Amerikában, ami a mi további világ befolyásunkat maximálisan növelni fogja. Nagyjából azt, amit a Brezhnev korszak kapcsán ugye emlegettek itt, hogy az volt a csúcsa valóban ugye az Afrika szarva és ugye mindenféle Angola és egyéb területeken, de a Kruscsovnak a víziójában ugyanez a helyzet nagyjából már 62-ben előállt volna, akkor, hogyha a kubaiak ugye annyira sikeresek lettek volna ebben a forradalmi expanzióban, mint ahogy nem voltak. Köszönöm szépen!